következő hét arra szólít minket, hogy lássunk végre tisztán. Mennyire fontos ez neked? Akarod-e tisztán látni a dolgaidat? Ez egy eredménykártya, ami arra utal, hogy a 2021. április 19-től 25-ig tartó hét nem elsősorban arról fog szólni, hogy valami defektet próbáljunk meg kioldani, hanem arról, hogy haladjunk valami felé. Ehhez tisztánlátásra van szükség. Már tisztán látod a külvilágot és önmagadat is, így képes vagy meghozni a számodra igazi, helyes döntéseket. A dolgok mögé nézel és a lényeget látod. Használd ezt a képességedet arra, hogy meglásd, merre halad tovább, és maradj éber végig az úton a célod megvalósulásáig. Tele van körülöttünk minden illúzióval, szinte bárhova nézel. Nagyon érdemes meggondolni, hogy minek adunk energiát, ahol a figyelmed, ott a tudatod. Mire figyelsz oda? Milyen információkra? Illúziót akarsz, vagy most már tisztán látni? Ez nagyon szorosan összekapcsolódik, nyilván véletlen szokás szerint, a visszatartó erőkártyával, ami ezt a hetet uralja. Az agresszió. Mit ez agresszívé? Mit folyt a szád? Van aktív és passzív agresszió. A passzív agresszió az, amitől még te érzed magad rosszul. Rád tolnak valamit, rád tolnak véleményt, döntést, és te érzed magad rosszul, hogyha azt visszautasítod. De csak akkor, ha nem látsz tisztán. A passzív agresszió azért veszélyesebb, mint az aktív, mert azt nehezebb felismerni. A gondolkodás segít. Az aktív emberek gondolkodnak, átgondolják a dolgokat és saját döntést hoznak, a passzív emberek emlékeznek. Úgy emlékszem, jaj, nem tudtam, jaj, hát nem így emlékeztem. És nem gondolják át közben. Nyilván időnként elfelejtünk dolgokat, de nem mindegy, hogy átgondolod vagy nem. Szóval agresszió. Megnövekedett benned az agresszió. Mit tesz agresszívvé? Mit folytasz el? Miért vagy dühös? A düh és az agresszió elfolytásból fakad. Fedezd fel magadban a forrását, és kevésbé leszel fogékony a passzív agresszióra is. Az agressziót kétfelé fordíthatod, kifelé vagy befelé. Te melyiket választottad? Mindkettő visszahúz és árt. Dühödj fel a megrekedtségen, vagy azon, hogy manipulálni próbálnak. Sok helyről. Itt, ha nem muszáj, nem mennék bele. Mert sok helyről jöhet, és nem szeretnék olyan dolgokba belemenni, ami hosszasabb. Interakciót igényel. Nézd körül, és fedezd fel, hogy honnan jön a manipuláció. Tehát az agressziót kétfelé fordíthatod, kifelé vagy befelé. Te melyiket választottad? Saját magadat ostorozod, vagy kívül vagy agresszív? Dühödj fel a megrekedtségen, és használd fel a düh transformáló erejét. Használd teremtésre. Ha azt érzed, amit én, hogy elég volt, hogy mások akarjanak beleszólni, akkor egyszerűen határold el ettől magad. Az én életemért én vagyok a felelős, a tiédért meg te. Mi lehet az a tudatos teremtő erő, amit most aktiválni érdemes, és dolgozhatunk vele? A hit. A hit felerősíti az energiákat. Te miben tudsz hinni? De másképp is kérdezhetjük, kinek hiszel, minek hiszel? Amit hiszel, az szilárd-e, vagy állandóan változik, ingatag. Na, el is tűnt a hitereje. Nem elég, ha tudod, mit akarsz elérni, a hitereje segít megteremteni. Higgy abban, amire vársz. Abban, hogy az életterved részét képezi. Ha pedig másban nem tudsz, higgy az univerzumban. Vagy önmagadban. A hit felerősíti az energiát. Mindezeknek mi lehet az eredménye? Uralom. Már te uralod mindazt, ami történik, így a teremtő erőd és a teremtésed folyamata is a te irányításod alatt áll. Nem ez lenne a méltó? Már uralni tudod a tetteidet, önmagadat és az életedet.
Mindig te irányítod a teremtéseidet, ez egy nagyon fontos képességed. Kivéve, ha eldobod az uralmat. Amikor te uralod a dolgaidat, akkor energikus vagy. Akkor is, ha fáradt vagy, mint most én, de pörögsz, mert nagyon sok minden zajlik benned, dolgozol azon, hogy milyen irányba haladj, akár a munkáddal, akár a magánéleteddel kapcsolatban, te nem vagy fáradt. Akkor vagy fáradt, amikor nem te uralod a dolgaidat. És ezért ott akarsz uralkodni, ahol nem kellene, tehát például nem bírod a bizonytalanságot. Hát ez most egy bizonytalan világ, úgyhogy ha nem uralod te a dolgaidat, akkor a bizonytalanság erőt vesz rajtad, és rosszul fogod viselni. Mert attól, hogy minden bizonytalan, nekem még nem kell annak lennem belül. Átalakulnak a dolgok, azért bizonytalan, mert még nem látom merre halad, de az én életemet akkor is én uralom, én vagyok érte a felelős, és én hozom a döntéseket. A helyesen és a helyén megélt uralom a megfelelő irányba tereli az energiákat. Már te uralod mindazt, ami történik, így a teremtő erőd és a teremtésed folyamata is a te irányításod alatt áll. Kívánom erre a hétre és utána a hátralévő életedre, hogy tényleg uralni tudd a dolgaidat és tisztálást, az életedet, önmagadat, a belső és a külső világodat egyaránt. Szép hetet kívánok!